üdvözlök mindenkit, én vagyok. Itt vagyok az esemény horizonton. Ban. És én egy ötödik dimenziós lény vagyok, de gyengébbek kedvéért felvettem egy harmadik dimenziós lény alakját, hogy mindenki tudjon érteni. A 39. században az emberek felfedezték, hogy olyan használják ki az agyuk 100%-át, és így szintet lépve el tudták hagyni a biológiai testüket. Majd még egyszer szintet léptek. A mai műsoromban beszeretném mutatni, hogy hogyan tudjátok ti is változtatni a valóságot a programozás segítségével. Kezdjük is! Egy C++-hoz hasonló nyelvet használok. Választhatok ki nektek megfelelő szerkesztőprogramot, én a Codeboxot ajánlom, vagy a Qt Creator-t, mert nem kell szarozni azzal, hogy működjön normálisan. Nyisztatok meg egy konzolos alkalmazást. Új projekt, konzolos alkalmazás, next, next. Lesson 0 vanadik, és akkor source main cpp, létre is jött a program. Amit a futtatunk, ezt a builderünk, és kírja, hogy hello world. Okay. Das ist clear. Fent az látható, hogy milyen header fájlokat vagy könyvtárakat inkludol a felhasználó programhoz. Az IO stream az a standard input és az output függvényeket jelenti. Ez például beolvasáshoz és a kiíráshoz kell. A nyelv továbbá névtereket is használ, mint például az STD vagy a standard névtér. Az egyszerűség kedvéért az hagyjuk is benn, mert akkor nem kell a csomó helyre odaírogatni. A main nevű függvényt indítja el a program, amikor elindul. Jelenleg ugye kírja, hogy hello world a konzolba. Illetve egy nulla visszatérési értékkel bezárodik a program. Az jó, hogyha ott van a program végén. De ezt a programot módosítsuk egy kicsit, hogy a valóságot tudjuk megváltoztatni, jó? Csináljunk egy integer, avagy egy egész értékű típusú változót. Legyen neve mondjuk pinax, ahol akarom mondani, piák száma, és ez legyen 13, mert ez a kedvenc számom. Ha most lefutatom a programot mentés és bildelés után, akkor láthatjátok, hogy a ti dimenziótokban már van 13-mal több alkohol. De azért vigyázzunk, mert az intnek lehet ám például mínuszos az értéke. És ez azt jelenti, hogy mínusz egy alkohol van. És az nem jó, mert senki nem akar mínusz alkoholt inni. Csináljunk egy 5 elemű double tömböt. Töltsük fel ezt az 5 alkoholt alkohollal. A double az lehet nem egész érték is, így meg tudjuk szabályozni, hogy például hány százalék alkohol legyen benne. Legyen mondjuk 0,6, 1, mármint 100%, 0,3, 0,1 és 0,7. Mondjuk. És pontos vesző kell a végére. Pontos vesző mindig kell a végére. És vetsük el. Most látható 5 alkohol található a polcon, amit ne be van állítva, hogy mennyi izéjük legyen piak száma. Százalék. Az. Mi fasz? Bocsánat. Túlbojtottam a programot. Imánsabb. Szóval, a mai óránk anyaga még a for ciklus. Ez a for ciklus, ez 3 feltétel rendelkezik. Egy kezdeti feltétel, egyszerűség kedvéért ilyen index a neve. A feltételeket pontos vesző választjuk el. Egy bennmaradási feltétel, tehát az alkoholok száma, ami 5. Amúgy nullától kezdjük az indexelés. És növeljük egyel minden ciklus vég után. Már minden lefutás után, tök minden. Írjunk egy olyat, hogy végig az alkoholokon, kiválasztja a legkisebbet, és azt valakinek meg kell innia. Ehhez a mai óránk még egy tanyaga kell, az if, tehát az elágazás. Az viszont tök egyszerű. Szóval, először is csináljunk egy legkisebb kiválasztást. Csináljunk egy indexet. Legkisebb index egyenlő 0.
tegyük az első elemre, és az, ugye, az lesz mindenképpen a legkisebb első körben. És hogy megy tovább a ciklus, az változhat. Tehát, hogyha if, ha, magyarul, alkohol index az nagyobb, mint kisebb, mint a alkohol legkisebb index, akkor a legkisebb index legyen index. Vágjátok? És majd, hogyha ezzel megvagyunk, akkor jön egy ember, és igye meg a legkisebb indexű alkoholt. De mindenek előtt írja ki, hogy mi a legkisebb alkoholmennyiség, ami található. Program lefut. Látható a legkisebb index. Mert nem az index, hanem az érték. Tehát 0,1%-ig van telítve az alkohol, és most az emberük megy, és megissza. Ennyi! Ez ilyen egyszerű, mint az egyszer-egy. Szóval köszönöm szépen a figyelmet! Ilyen egyszerű alkoholiválszatta torzítani a harmadik dimenziót. De mindjárt bezártik az esemény horizont. Szóval én lépek, ami nem nyílik újabb fekete luk. Na, arrivederci, amore! Véget ért a játék mára bezárt része kockatára.